Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és hát a mai napon itt éppen Laci van, most az ő videóját láthatjátok. Hát Csepelt fogom nektek bemutatni, illetve hát Lacinak fogom bemutatni, de ugye felveszi ezt az egészet, szóval akkor így most lehet, hogy több száz ember is jobban megismerkedik Csepellel, hiszen az én videóimban hát annyira sok érdekességet nem mondtam, hanem eddig csak utazás volt, úgyhogy akkor most egy kicsit megnézzük, hogy mi a jelen, illetve hát amire van időnk, azt megnézzük meg mindent, amit csak lehet, és akkor bemutatom nektek ezt a kerületet, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor... Én is bejelentkezem, így itt vagyunk a Csepel Szent Imre tér buszvégállomáson, és hanyas járatra fogunk most indulni? Az ott lévő 152-essel fogunk most menni, ez lesz talán a videónak a legszebb része, mondja, kicsit később jöttél, mint arra számítottunk, és akkor még nagyjából világosba meg tudjuk még csinálni a legszebb részt, és a naplementét is akkor felvesszük. Igen, tegnap már küldte nekem egy jó fotót, hogy ez milyen szépen nézett ki ott. Úgyhogy most ezt is meg fogjuk nézni itt videóban. Akkor mondja, ne videóz itt a vezetőket, mert nem szeretik. Nem tudom, akkor kikapcsolom a kamerát. Félszer szokják be. Nekem is tegnap piros volt. Ja, tehát 0,5-szer van olyan, hogy nem piros. Én egyébként hamar zöldre vesz, szóval nem akkora szíves, de itt mindig szoktak állni a buszok. Rész, ahova igazából annyira nem érdemes jönni. Tehát ez a rondább része ugye Csepelnek, hogyha hívvel jöttök be, akkor ugye ezt nem lehet elkerülni. Vagyis hát úgy mondom, hogyha úgy jöttök be hívvel, hogy utána mentek mondjuk így Királyerdőbe, mint például mi, így a 152-essel. Hát ugye itt vannak ezek a lakótelepi részek, ugye ott jobbra is. Amik én annyira így nem tudom forgatni a kamerát, mert ehhez nem értek. Szóval ez az a rész, ami így rosszabb Csepelnek, de kb. A Varrógép utcától kezdődik itt, ami már leginkább kertvárosi feeling, és oda érdemes inkább menni, tehát az nagyon szép, mondjuk ott a Dunapart, tehát ugye a Varrógép utcának a vonalába, de majd látni is fogjátok. Szóval most itt megyünk valami kis utcátlan Csepelen, igazából nagyon nem tudom, hogy hol járunk, mert ugye ezen a környéken én még soha nem is videóztam, és nagyon nem is voltam, ez így kiesett nekem, de ilyen nagyon szép tiszta, főleg tiszta, de látjátok, ez igazi tisztaság itt az utcákon, tiszta kis utcákon megyünk itt, egy cigicsikket se látok én itt a földön, tehát hogy nagyon szépen tisztán néz ki, ilyen kis hívókutak is vannak, és nem néz ki olyan lerombnak. Tehát nagyon szép ez a környék itt, üres, viszont tényleg jól néz ki. Úgyhogy még megyünk egy kicsit tovább a busszal, és akkor meglátjuk, hogy OpenBVG-nél további utazás terve, hogy néz ki.
Szóval megérkeztünk itt az Old utcába. Pontosan nem is tudom, ez hol van. Úristen, most már nem a frász jött rám, ez a kutyaugatás. Itt vagyunk, ez egy körjárat, ahogy OpenBV Gamer mondta az előbb. Jövök, jövök! Közben meg már sietünk. És a naplementét próbáljuk látni. Ó, simán, mert látom is ott. Ú, de csoda szép. Tényleg nagyon az. Ú, de baszott jó. Bocsánat. Ú, ez eszméletlen szép, tényleg. Szerintem ilyen szép naplementét én még soha nem láttam. Úgyhogy azért dobjunk mindenkinek egy lájkot arra, hogy OpenBV Gamer elhozott minket ide. Csodás szép ez itt tényleg így itt mindent látni. Nagyon érdekes, hogy ezt a helyet én így kihagytam, de hát bocsi, ne haragudjatok, hol van? Van biztos. De így most itt oké, most itt nagyon rosszul mondtam, itt pont sajnos most kosz van, de az előbb láthattátok, hogy az egész utcák, pont most mondom, hogy az előbb felvettem, az összes utca full tiszta volt ott az előbb. Tehát, hogy semmi igen, szemét tehát, nem volt. Most... Igen, tehát ezt mondom nektek, hogy ott az van az a lakótelepi rész, amikor bejössz Csepelre, az az undormány látvány, tudod. Ott az elején elég érdekesen néz ki, nem igen, olyan az szép, de... Aztán ugye nagyon szép utána. Nem tudom, a Kölcsei utcától kezd azt lenni, hogy eltűnik az a lakótelepi rész, és akkor... Hát ez is nézzen, ilyen szép kis ház. Hát ezt mondom, hogy a Kölcsei utcátok, ez ugye a Varrógép utca, ez az utolsó, ami ilyen szar lakótelep. És arra a Varrógép utcától kezdve végig ez a kertvárosi rész van. És ez a Budapestnek ez az egyik legszebb kertvárosa, itt Királyerde, szóval ezért is mondom nektek, hogy érdemes eljönni, de most már talán ti is fogjátok látni. De most talán ez a videó egy kicsit kevesebb tömegközlekedéssel kapcsolatos, de hát inkább arról szólt, hogy megnézzük most ezt a... Vagyis, hogy én lássam először is ezt a területet itt Csepelt, hogy utána az, később de... tudjam, hogy milyen esetleges videókat lehet csinálni, és már most tudom, hogy itt ilyen nagyon szép naplementés. Esti, késő esti videókat, főleg nyáron majd lehet csinálni. És itt lehet látni. Most arról beszélgettünk, hogy nagyon tisztelt össze. Pedig egy szép fotót lehet akkor készíteni. Itt rá is fókuszálok, mert jobb úgyse lesz. Szóval tényleg? Na szóval így a Laci videójában is elmondom ugye a 71-esnek és a 152-esnek a történetét, ott van a gyönyörű naplemente, bár azért mondtam, hogy videózom telefonnal, mert azon jobban kijön, most így össze-vissza forog részegesen a kamera, mert én nem tudom irányítani. Szóval ugye régen úgy volt, hogy a 71-es az a horgásztanyáig ment, a 152-es pedig a Királyerdő útig, de majd a videó későbbi szakaszában meg fogjátok ezt látni és meg is értitek. És az igazából az a két pont, annak a két pont között ugye van egy rövidebb szakasz, nem tudom én, max 1-2 kilométer, és annak azt újították fel, tehát annak az útját újították fel, nagyon szép új lett, kb. Ennyire úgy, mint az az út, amin most sétálgatunk, és úgy kötötték össze ezt a két vonalat, ugye a 71-est és a 152-est, mindkettő egy körjárat, ugye az egyik csak az egyik sávba, a másik meg így a másik sávba, hogy ez így most idézőjelben volt, tehát hogy másik, tehát hogy különböző irányokba mennek, de ugyanúgy körjáratok, és hogy régen úgy volt, hogy a 152-esen mentek az Icarus 260-osok, a 71-esen pedig 412-esek, amikor már ugye modernebb idők voltak, és hát én úgy emlékszem, igen, hogy a 71-esen utaztam 412-essel, és ott is azok jártak. A 148-ason is hétvégén voltam, hogy már 412-es, mert ugye kb. 2013-14-ben jöttek meg ezek az M1 buszok, amik most is közlekednek itt Csepelen, és ugye 2017-től vette át teljesen az Arriva ezt a kerületet, szóval attól kezdve szinte csak Arriva busszal lehet találkozni, bár igaz, voltak Icarusok, amik bejöttek, mondjuk 280-as a 151-esen, 435 a 159-esen, meg minden, amit el tudtok képzelni, viszont akkor most haladjunk, ameddig csak tudunk. Most már innen annyira nem látszik a naplemente, de nem baj, azért egy pár pillanatra szép volt. Szóval itt vagyunk a Királyerdő útnál, és akkor most forgunk arra. Igen, és ott van a megálló, ahogy látjátok, ott annak a beállója, az már nagyon régóta ilyen, tehát amikor még 260-as járt itt, akkor is ugyanúgy nézett ki, ha visszanéztek mondjuk ilyen régi videókat, és eredetileg úgy volt, hogy ahogy mondtam, itt fordult a 152-es régebben, ugye ahogy itt jött, itt tett egy kört, és most már lehetek megmutatjuk, és akkor itt tett egy kört, és akkor ott ment vissza, igen, szóval oda
egészen odáig ment vissza, tehát így meg tudott fordulni, hát most is meg tudna fordulni, de ugye megcsinálták azt az utat, az régen nagyon rossz minőségű volt, de egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt elkezdték, és ugye 21-ben lett kész, és ez így lett egy körjárat, majd még a horgásztanyát is megmutatjuk, ugye ott volt a régi 71-esnek a végállomása, úgyhogy akkor most lesütálunk. A horgásztanya busz végállomáson, ha jól értettem OpenBVG-mertől, ez a megálló neve, és itt fordul a körjárat, pontosan most a busz számát sajnos elfelejtettem, de itt fordul. Hanyas járat van itt? Itt hanyas fordul? 71-es régen, most meg a 152-es. Egyik se fordul már itt. Ja, egyik se? Akkor itt milyen? Így már nem fordul, de hát ott jön egy busz. Szóval most leszálltunk itt a Csepel-Soroksári lépnél, és pont miközben utaztunk, gondolkodtam azon, hogy igazából lehet az, hogy ez a rész, ez a csepeli rész, ez az Arrivának a fő buszjáratok része. Tehát, hogy még csodálkoztam, hogy ez a sok arrivás busz milyen járatokra megy, mert belvárosban azért nincs annyi arrivás járat, mert ott általában a Connecto megy, és azok PDB meg NNE, és azok ugye mind BKV-sok, de hogy akkor lehet az, hogy az arrivás járatok nagy része mind Csepelen megy, ugye? Hát nem mondanám, mert egyébként Budán, ahol mondjuk én lakott a Lemföldön, az meg a TTI-ben rohadt sok emel, mert tehát emel van, mert az is tulajdonképpen egy arrivás zóna, ami nem arrivás zóna, hanem full BKV, ami itt már szinte az egyetlen, az Délpest. Igen. Tehát Budának a szinte a teljes részét, hogyha itt álljál meg, mert itt pont... Szép hely. Igen. És innen indul ugye a D14-es komp, ami ugye... Na, ezzel most menni fogunk. Menjünk, nem menjünk, mert az nem jó. Nem menjünk, mert nem jó, de tényleg jön. De mi a franc, ez valami úszó lap, vagy mi? Én ezt nem láttam még. Ez ilyen szor. Közben itt érkezik a komp. Menjünk már vele, bakker!
fel vagyunk a 149-esen, és most megyünk valahova, nem tudom merre felé. És várjuk, hogy megérkezzünk oda, ahova OpenBVG, mert minket visz. Úgyhogy igazából ennyi most a szituáció. D14-en most nem mentünk, mert azt majd egy külön videóba fogjuk szerintem inkább nyáron kipróbálni. Ha érdekel titeket, akkor írjátok meg a kommentekben. Mert szerintem ki lehetne próbálni, mert azért az is egy tömegközlekedési eszköz, mert végül is vonaljeggyel azt hiszem lehet igénybe venni, meg bérlettel is, de hát igen. Úgyhogy akkor most megyünk ezzel a 148-as, bocsánat, 148-assal megyünk, nem tudom hova, valahova. Bírom ezeket a kanyargós részeket. Hát akkor én most le fogok szállni a második Rákóczi Ferenc után, és akkor még az én videóban láthatjátok a 161-es, nem tudom, te berakodod a videóba? Igen, én a hívet fogom az én videómba rakni. Ja, jó. Úgyhogy a 151-es OpenBVG, mert videóját nézzetek meg, és a H7-es hívér, meg maradjatok nálam. Én videómban is mondom, hogy akkor le fogok most szállni itt a következő megálló. Mi a véleményed neked itt Cseperről ezután? Szerintem nagyon szép, nagyon tiszta főleg. Én nagyon bírom ezeket a kertes kis házakat, meg igazából ez se egy rossz része, ahol mi esik legyen. A kanyargós azért szálltunk fel, mert nagyon jó a kanyargós. Igen, meg igazából csendes is, tehát hogy nincs hangzavar. Oké, most este van, de hát nem tudom elképzelni, hogy valaha olyan hangzavar lenne, mint mondjuk a belvárosban. Úgyhogy szerintem tök szép rész, és közeljövőben igazából lehetne tervezni itt egy pár videót, főleg a kompról is. Hát igen, mondjuk annyira nem érdekes, mondjuk te még nem csináltál itt videót, nem. Én már csomó most az első volt. Szóval nem tudom nekem mennyire érdekes, de még belemeltünk egy ilyen, ahogy én mondom így az valami kihívásra. Ja. Főleg úgy, hogy te vagy a nagy csepeli, te Csepelen kiismered magad, tudod. Én meg ilyen Csepel juniorként itt. Tehát lesz, hogy fingon nincs arról, hogy hol kell találkozni, szóval. Ja, mint a kelemföldi kihívás. Ja, hát van, azt mondom. Na szóval, akkor OpenBVG, mert elbúcsúzunk, és mi megpattanunk át a H7-es hévre. Szóval, most leszálltunk itt, és ugrunk is át a hévre. Megnézzük, mennyien lesz engem, mindenképpen egy pár snittet szeretnék mutatni, bármennyire is lesz tele a hév. Ugyanis ez is még igazából Csepelhez tartozik.
Nekem különben most az egyik utolsó videóm, nem tudom mikor fog kikerülni a YouTube-ra, ez az utolsó videó, amikor én még itt most jelenleg vagyok Budapesten, tehát január 4-e van ma, hogyha jól tudom, és legközelebb, aki érdeklődik, február 11-től leszek egy hetet itt, úgyhogy így néz ki a budapesti menetrendem, úgyhogy egyelőre január 24-re ennyi volt, úgyhogy akkor várjuk is a évet. Na itt egy szép műjégpálya, sajnos pont nem látjuk ezek miatt a kis házak miatt, de ilyen szép, nagyon-nagyon, elég kicsi, viszont nagyon szép szerintem. Úgyhogy igen, ugye van a nagy műjégpálya is, viszont ez itt egy ilyen kisebb csepeli. Érdekes, hogy ilyen is van. Érkezünk is itt a Szent Imre térre, és ezzel el is hagyjuk Csepelt, úgyhogy el fogok tőletek köszönni, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy megnézzétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, és ha több Open BVL Gamerrel közös videót szeretnétek látni, akkor azt írjátok meg kommentben, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. Sziasztok, további szép napot kívánok!